Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Munkanapló. Szóval a mai epizódban két apróságot fogok bemutatni, először is ennek a gyönyörűségnek itt a telibe rakott történetét, és most be is tennék ide három darab fényképet, hogy nézzétek meg, hogy mivel találkoztam, aztán utána mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan módosítottam ezt a gyönyörűséget. Szóval még annyit egyébként hozzátennék ehhez a dologhoz, hogy az az előttem itt dolgozó mester, aki ezt a szépséget ide beépítette, ezt a régi száz testvére ide ádukta, amint láttátok a fényképen, szóval az a helyzet, hogy ő azt mondta, hogy ő nem mer hozzányúlni a régi lefolyócsőhöz, mert hogy bármilyen gond adódhat. És hát a megrendelő az egy jó mozdulattal azt mondta, hogy köszöni szépen, de erre így nem igazán kíváncsi, erre a gyönyörűségre. És hát tulajdonképpen akkor itt kerültem képbe én, hogy oldjam meg a problémát. Nos, akkor most megnézhetitek, hogy hogy is történt ez a probléma megoldás. Nos, hát három ilyen gyönyörűséges fénykép után azért szeretném megmutatni a kibontott végeredményt. Hát amennyire látjátok, itt egy nagyon régi PVC csőre sikerült egy ilyen applikációt készíteni a mesternek, meg minden egyéb okossággal, tehát itt is a szilikonozott a lelkem, meg használt mindenféle fajta hidamat. Egyébként ami érdekesség volt, hogy én ugye megkibontás után, és hogyha ezt kiszedem, ez a rész, ez teljesen le volt egyébként törve róla, éppen csak, hogy a beton fog tette. Tulajdonképpen, mikor ezt leemeltem, akkor ez a kis darab, ez vele együtt letört a helyéről, ami hát persze nem volt meglepő, de hát na, azért milyen érdekes dolgok vannak. Nos, a lényeg egyébként ennél a kis szösszenetnél az az lesz, hogy úgy építette be, ahogy a képen is látszott, hogy ennek a épített zuhanyzónak a beton magasság az már egészen pontosan eddig az itongtéglánk a tetejéig tartott, és hát nem kifejezetten ez lett volna az igény, hogy egy 25 centit kelljen föllépni a zuhanyzáshoz. Szóval, akkor ha már ezt a szép nagy gördet itt ugye kivéstem, akkor most az lesz a feladat, hogy beépítek egy ágat, és azon a ponton azt a lefolyócsövet sokkal lejjebb fogom levinni, hogy ne kelljen ekkora lépést csinálni majd az épített zuhanyzóba. Szóval indulás. Sikerült elvágni, illetve hát egy fűrészlappal, ezt inkább dikicselésnek mondanám, de a lényeg az, hogy szépen sikerült elvágni ezt a jó kis régi ragasztott kötést. Aki kíváncsi, annak egyébként ide be is tudom nézni. Így néz ki a cső belülről, tehát igazából nem értem azt a hozzáállást, hogy miért is mondta a tisztelt mester, hogy ő nem meri a régi lefolyóra ráépíteni a megfelelő új csöveket, hanem ezt a gyönyörű, nem is tudom mi az Úristent készített itt ide nekünk, és hát ettől nem voltam annyira elájulva, mint azt láthattátok. Na akkor én is ragasztásos, csőtokozásos PVC szerelést fogok most itt eszközölni, ez fog belemenni, és hát gyakorlatilag, ahogy látjátok, ez majd oda szépen feláll, és itt ezen a padlószinten fog elmenni ez a lefolyócső. Ennek egyébként az a egyedüli oka, hogy ezt a kis folyókát, hogy minél lentebb kell majd, hogy beépítsem. Na akkor alakítsuk ki ezt most. Nos, a nekiesés az természetesen megtörtént. Ragasztott okos cső csatlakozást készítettem, és egy gyakorlatilag itt bekerült egy 50 ság, amit felveszi ezt a mosógép csatlakozót, és az pedig majd mindjárt a falon túl pedig fel fogja venni a folyókát, csak ott még egy kicsit alakítanom kell a dolgon. Na és hát ugye említettem, hogy egy kicsit alakítanom kell, hát igen, ezt a lerakott itongot fel kellett véssem, annyira, hogy be tudjam tenni ezt a folyókát, és akkor gyakorlatilag most az 5 centis itong téglához képest nagyjából egy másfél centivel van feljebb ez a műanyag része, eddig pedig ugye itt, ahol a lábam volt, ugye ennyi, de gyakorlatilag egy olyan nagyjából olyan 10-12 centivel sikerült az egészet lejjebb is tenni, szépen ki is takarítottam itt az egész hóvel a bancot, illetve hát az apró ilyen porszerűből
ott már töltöttem is ebbe a lyukba, hogy a könyvesnek ne kelljen annyit betonozni. Na, hát meg lehet ezt oldani, látjátok így is. És akkor szerintem most jöjjön olyan, ami még nem volt. Persze, hogy volt már ilyen, hogy ne lett volna, tehát gyakorlatilag most egy másik építkezésnek a nagyjáboli bemutatását szeretném nektek megmutatni. Adott volt egy közel 100 négyzetméteres ingatlan, amiben egy csöves fűtés volt kialakítva. Ezt kellett az egészet ugye szétszedni, átalakítani osztósra, radiátorosra, illetve a meglévő részcsöves vízvezetéket itt-ott átalakítani, ide tenni, oda tenni bizonyos részeket rajta. Szóval a videónak hátralévő részében most ezt fogjátok látni. És mint külön érdekesség, hogy nehogy azt mondjátok, hogy nem mutatok soha semmit, lesz egy apró meglepetés ugye nagyjából a kétharmadánál a videóban. Na hát, sziasztok! Szóval kezdődik a mai nap. Látjátok itt a teló a kezembe, és szépen felöltözve is. Nézzük is meg, hogy miből fogunk élni. Egy új lakás lesz, illetve réginek a komplet víz és fűtés szedlési felújítása. Ugye egycsöves fűtési rendszer volt vascsővel kialakítva. Jó 30 éves az épület. Elmete még lámpák is vannak, látjátok ott a vízóra elzárva. Ez lesz az egyik fürdőszoba. Itt szemben még egy szoba, tehát aki ügyes volt, az kiszámolta, hogy eddig 3 szoba. Itt lesz egy még nagyobb fürdőszoba. Itt is a radiátor, egy régi immergáz kazán fent a falon. És akkor még egy radiátor, itt egy kis spájz, ahol tulajdonképpen sok dolgunk nincs. És ott lesz még másik 2-3 radiátor, tehát ezt fogjuk most így hirtelen lekapni az összes a falról. Na, szóval a radiátorokat és a kazánt azt lehajtottuk a falról szépen mindet. Ugye látjátok, hogy ott vannak a radiátornak a hűlt helyei. És akinek jó szeme, az már láthatja, hogy itt a beton végig lett vágva, és az új fűtés csövek azok itt lesznek szépen egymás mellett osztóról szerelve, és itt fognak szépen menni. Az egyik meg a másik radiátornak, ennek már ugye fel is van a csöveknek jelölve a hely, amit majd szintén vésni fogunk. És akkor most neki is látunk a bontásnak. Na és hát a valóságban persze nem ilyen gyorsan megy, de igazából megtörtént a betonvésések, tehát ezen a nyomvonalon fog menni végig a cső, amint látjátok, ki van szépen szedve a beton, fel is lett vágva, és itt lesz majd az osztó felrakva, és onnan fognak indulni majd a fűtési csöveink. Akinek jó a szeme, az látja, hogy van itt egy részcső, a kolléga az sikeresen meg is találta, de hát a lényeg az, hogy javítható volt innentől kezdve, tehát hiba nincs, a víz ismét rajta van a rendszeren, vízvezeték volt. Hála Istennek ezt annak idén 30 évvel ezelőtt résőben csinálták meg, tehát nem volt bonyolult a javítás. És hogy egy olyan 15 másodperccel ezelőtt mondtam, ugye ide fog kerülni az osztó, és hát tulajdonképpen feltettük az osztót, illetve az osztó után pedig lelettek fűzve a radiátornak a csövei, amint látjátok az említett horonyba, ugye szépen végigmegy, ugye az egyik fürdőszobába itt fog átmenni, ugye a két másik szobába itt megy át, és ugyanúgy ugye az egyik radiátor, illetve a másik radiátor felállásához, ami természetesen már be is lett állítva a megfelelő helyre, 54,5 cm csőközéptávolsággal, illetve le is van dugózva majd a későbbi nyomáspróbához. És akkor most elkezdjük az egyik fürdőszobának a vízvezeték szerelését, ami tulajdonképpen nem lesz túl bonyolult, ugyanis ugye a 30 évvel ezelőtt ezt részcsővel oldották meg a régebbi kollégák, itt látjátok, hogy itt egy kicsit majd át kell kötni, illetve beljebb kell tenni a falba, tehát a falhorgyok már megtörténtek, és hogy megjön a szakmai töltete ennek a mai videónak, akkor most Árpi barátom megmutatja azt, hogy hogyan kell részcsövet forrasztani. Na és mikor már ilyen szép fényes lesz a cső vége, akkor jön a Rottenberger Rozol 3 típusú paszta, ami ugye a részcsőnek a végét bekenjük. Majd miután ez megvan, akkor ugye a idomnak a belső oldalát is meg kell szépen kenegetni, természetesen egy drótkefés feltisztítás után.
ezután jön a legszebb része, hogy összepászítjuk a idomot a csővéggel, úgy né, és majd miután ugye helyére került rendesen, hogy jó irányba áll, akkor jöhet a forrasztás. Van egészen szépen látszik, ahogy a folyósítószer is kicsit megolvad, és akkor lesz az igazándiból jó, amikor a folyósítószer ilyen ezüst szürke vagy fehéres színű vég fog válni. Ugye ennél az esetnél egyébként, mert hogy nem vékony a fala az idomnak, ezért ugye több hőt kell közölni az idommal, ha csővel nem. És miután az idom ugye felmelegedett és megtörtént ez a dolog, akkor már itt látszik is, hogy itt van a forrasztón vagy cin, amivel tulajdonképpen majd a forrasztás meg fog történni. És ilyenkor szépen a kapillárisba gyönyörű szépen fölmegy a cin a idom és a cső közötti kicsirésem. Na, és hát gyakorlatilag ez el is készült. Na, és hát a forrasztás után természetesen jön az a rész, hogy begipszeltük magát a fali csaptelepet, amit látjátok. A két réscsövön, ugye használtuk ezt a filcet, ezt mindenféleképpen kell betekerni, hogyha réscsővel dolgozunk, mert egyébként megeszi a malter. Nos, ez itt tulajdonképpen akkor rendben van, és akkor megyünk át a másik fürdőszobára, ahol is összeakadtunk egy kis hoppával, amit látjátok, ott a ragasztottuk, az igazából folyik, és így a felső szomszéd az gyönyörűen áztatja lefele itt ezt a szintet. Tehát ezt a csövet, ezt itt mi kicseréljük. Ugye itt történt egy becsatlakozás, mert oda kellett egy WC-t beépíteni, és hogyha most valaki itt azt mondja, hogy milyen béna dolog, hogy T-idomot tettünk be, nos, igazából a magasság miatt nem fért volna be az ág, hiszen itt alul van egy másik idom, ami ugye ezt a WC-t látta el, egyébként itt a vízóra jelentem. Na, és hát akkor gyorsan, ugye, mint ahogy említettem, ezt a csövet itt szépen kicseréltük egy új szál 110-es csőre. Közben a WC bekötés is elkészült, ugye ennél a fürdőszobán a hátsós budi lesz. Ott egy épített zuhanytálca, amit majd ugye arra a beton magasságra fognak állítani, amekkorára szükséges. Ide bekerült egy törőközhelyt, egy 600x800-as törőközőszállító lesz beépítve. Menjünk át erre a szobára, itt egy 600x800-as 22K-s radiátor lesz beépítve. Hogyha ide nézünk, itt egy 1002-es radiátor lesz beépítve. És akkor menjünk szépen tovább, ha már ilyen jól elma szórakozunk. Ide is egy 800-as radiátor lesz betéve. Itt a gázóra tőszomszédságában egy 700-as radiátor lesz berakva, ami egyébként látható, hogy meglett nyomva hálózati víznyomás van rajta, tulajdonképpen 2,8, majdnem 3 báros víznyomással fel lett fújtatva a rendszer. Ami jó, ugye az oszlót azt már láttátok, de ugye itt is van egy törőközőszállító, egy kád beállás, azaz a beállás volt, ahol a forrasztást megmutattam, ott lesz egy mosdó, illetve egy mosógép beállás. Hogyha jövünk tovább, akkor itt a konyhába szintén lesz egy 700-as radiátor behelyezve, itt ezen a ponton lesz egy 900-as radiátor behelyezve, ott szembe pedig két darab 1000-es radiátor. Ott egyébként megcsináltuk a előrömön és a visszatérő vezetékeknek az átkötését is, tehát arra azért volt szükség, hogy a nyomáspróbát ugye el lehessen végezni, és ugye a csöveink azok itt futnak lent a betonba, viszont még itt egy kis anomália van, ide még fog kerülni egy WC, aminek a lefolyója és a nyomója ugye az ott helyezkedik el, illetve lesz még egy hidegvizes kézmosó beépítve erre az egészre. Egyébként minden esetben, amint látjátok, mi így szoktuk visszaadni a munkaterületet, szépen kitakarítva, az összes törmelék elszállítva, hogy a következő szaki, aki ide jön, az ne a édesanyáknak az emlegetésével kezdje a munkát. Na, hát szóval ennyi lett volna ez a kis érdekesség. És ezek után már nincs más hátra, mint hogy szépen
bezárom az ajtót, és visszaadom a kulcsot a gazdájának. Nos hát, gyakorlatilag ennyi lett volna ez a mai kis rész, de engedjétek meg, hogy egy hobbimat hagyd mutassam már be nektek, mert az talán érdekes. Számomra mindenképpen, lehet, hogy nektek is, az mindegy. Na szóval a lényeg az, hogy én nagyon szeretem a régi Magdó kazettákat gyűjtögetni, és Debrecenben van egy ilyen zsibvásár, amit a Debrecenek egyszerűen csak zsibinek hívnak. Nos, itt sikerült venni egy Hofi 1400 nevezetű kazettáját, és hát ugye, amikor betettem a Magnóba, akkor mondom, hallgattam egy kicsit, éppen otthon főzőcskéztem, viszont megütötte a fülembe a rész, amit most ide bevágnék nektek. Várjál, mielőtt elfelejtem, láttam egy reklámtrikót, rajta volt, a Fideszre szavaztam, alá más színnel, bocsánat. És ezzel az apró szellemi útravalóval szeretnék én tőletek elbúcsúzni, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a rész is, és igen, megfogadtam a tanácsot, többet ilyen fejkamerás videózás nem lesz, vagy legalábbis nem ilyen formában, tehát hogyha mégis esetleg előfordul, hogy használni fogom a fejkamerát, akkor azért mindenképpen megpróbálom narrálni a szöveget alatta, hogy ti is azért élvezetesebben tudjátok ezt a dolgot követni. Szóval, hogyha bárkinek bármilyen hozzászólása lenne, ott lent a kommenteknél megteheti. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tényleg örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Aki még nem tagja a klubnak, az nyugodtan iratkozzon fel. És hogyha tetszett a rész, akkor elfogadom a lájkot. Köszi szépen még egyszer a figyelmeteket, további szép hétvégét kívánok. Sziasztok!